Tisztelettel köszöntök minden magyart! Napra pontosan 100 esztendővel ezelőtt egy diktátum szétszabdalta hazánkat, családokat szakított szét, ma is fájó sebeket okozott. Nem lehet, nem szabad elfeledkezni 1920. június 4-éről. De mindazon, ami megtörtént, nem segít a viszály, az indulat, a harag. Egyedül a békesség, a szeretet lehet jó. Nagyon sok mindent elveszítettünk 100 évvel ezelőtt, az első világháborút lezáró diktátum következtében. De a hitet, hogy összetartozunk, bárhol is húzódik a határ, nem lehet elvenni tőlünk. A magyar nemzet nem az államhatárok mentén szerveződik, hanem a közös múlt, az anyanyelv, a kultúra, a hagyományok tesznek bennünket egy nemzetté. Orosháza több határon túli települést nevezhet testvérének, és erre büszke vagyok. A 100 évvel ezelőtti eseményekre most virtuális térben kell emlékeznünk, nincs lehetőség arra, hogy személyesen találkozzunk magyar testvéreinkkel. De beszélünk egymással a telefonon, tartjuk a kapcsolatot, várjuk, mikor jön el az újra a találkozás ideje. Összetartunk, mert összetartozunk. Úgy éljük a mindennapokat, hogy szem előtt tartjuk a magyar nemzet érdekeit, és segítjük egymást függetlenül attól, hogy kit hova helyezett az Isten szolgálatra. Én hiszek az összefogás erejében, és hiszek abban is, hogy a magyarságunk a szívünkben van vésve, azon semmiféle csapás, tragédia, semmiféle diktátum nem változtathat. Ugyan határok szabdalják a magyar nemzet közösségét, de az mégis egy és oszthatatlan. Isten éltesse a nemzetet, Isten áldja a magyart. A nemzet összetartozás lehetőség minden magyar számára, éljen is bárhol a világban. Minden magyar közösség tagja, egységes rész a magyar nemzetnek. Hisz van közös múltunk, vannak erős gyökereink, van közös jelenünk, és van elképzelésünk a jövőről. Tisztelt barátaim, kedves testvéreim! Államalapító Szent István királyunk egy olyan erős sziklára épített nemzeti örökséget hagyott ránk, amelyet határokkal nem lehet elválasztani. A székelyeket ez az örökség tartotta meg hitükben magyarnak. Volt időszak, amikor nem szabadott arról beszélni, hogy anyaországon kívül is élnek magyarok. Ma az összetartozás napjáról beszélünk, tudunk egymástól, határon innen és határon túl, segítsük egymást, látogassuk egymást, barátságokat kötünk, tanulunk egymástól. Nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk a anyaországi testvértelepülésekkel, sport és kulturális találkozókat szervezünk. Egy a múltunk, egy a jelenünk, és úgy építjük a jövőt, hogy a magyar nemzeti érzelmek és értékek ne sérüljenek. Összetartozás napján kívánok minden magyarnak erőt, egészséget, békességet, kitartást ezekben a megpróbáltatott időkben, és végezetül mindenkinek ajánlom, hogy így módon gondolkodjon a magyar jövőről, ahogyan egy székelykapu felirata található idézet van. Az idézet így van, őseidnek szentitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha. Isten áld meg a magyar. Számomra nem kérdés, hogy összetartozunk-e. Az összetartozás érzését pedig meg kell tapasztalni. Nekem sikerült, a néptáncon keresztül. Ezzel is sikerült szorosabbra fűzni a testvérvárosi kapcsolatot. Orosháza és Tusnád Fildi. Tánccsoportjaink fiataljai a közös táboroztatások alkalmával éreztek rá. A közös fellépések, táncpróbák, közös kirándulások, a csapatjátékok, az esti medvelesek. Mind olyan közös élményt nyújtottak számukra, melyet nem felejtenek el. Hogy honnan tudom? Onnan, hogy a tábor végén könnyes szemmel búcsúztak egymástól. Megtapasztalták, hogy összetartozunk. Az idei év különleges, de csak kellő magyarázattal. Anélkül éljük a mindennapjainkat közel vagy távol egymástól. A legfontosabb kérdés a kapcsolat, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Orosházát és Tusnád Fürdőt számomra a zene, az énekszó és a tánc az, ami összeköti leginkább. Ennek köszönhetően alakultak barátságok,
kicsik és nagyok közt egyaránt, így számomra sem lehet kérdés, összetartozunk. Egy régi március 15-i Nagy Károlyi ünnepségre a Petőfi szobornál máig is emlékszem. A 100-150 fős ünneplésre gyülekező tömeget fegyveres rendőrök vették körül, és az utolsó pillanatig kétséges volt a rendezvény hatósági engedélyezése. Végül is nagyon szép, felemelő ünnepség volt. Kokárda csak a magyarországi vendégek hajtókáján lehetett. A rendezvény végén egy nagykárolyi idős néni odajött hozzám, és könnyes szemekkel bátortalanul azt kérdezte tőlem, hogy a kokárdámat neki adnám emlékbe. Őket ez a jelkép a szabadságra, a magyarságukra, az átélt megpróbáltatásokra és a reményre emlékezteti. A Bibliájába szeretné beletenni. Örömmel meghatottan átadtam neki, majd hosszan megöleltük egymást, és éreztük mind a ketten, hogy összetartozunk. Szolványban élőként, a Párciumban, mindig felemelő érzéssel társult anyországi személyiségekkel való találkozásom. Bár itt már nem érnek a virágok az égig, amelyek a 90-es években még éltek, értek, az orvosházi vendégekkel történt megismerkedés már akkor egy emberi közösségi kapcsolat gyökérzetét élesztette és erősítette. A náluk orosházán és náluk Nagykárolyban átélt kulturális rendezvények, összejövetelek, szoboravatás, könyvbemutató, képzőművészeti tárlatok, a történelmi nagyjaink emléke előtti tisztelgéseket megelőző felénk nyújtott kéz, a kézfogás melege és az őszinteség érzete megkoronázta és egyértelművé tette a testvérkapcsolatot. Szerintem adhok módon sikerült összehozni a felkarolt testvérvárosi kapcsolatot. A tiszta magyar beszéd, a fuvósok szívdobbanása, márciusi idusok alkalmával, az orosházi, jobbárosi koncertek és majálisok, a szőlőkert, pincében a cimbalmos magyar nótázás, ezt zengi fülembe 28 év után is. Tartás az összetartozásban, magyar lelkünk újra éledésében.